A hagyományos képzőművészeti technikákat és a legmodernebb alkotási módokat is kipróbálhatták a gyerekek a crossover művészeti találkozón. A kezdeményezés alapját az irodalom adta, ezen belül is a Móricz Zsigmond műveiben megjelenő történetek és azok szereplői. Arra szeretnénk egy kicsit ráirányítani a figyelmet, hogy az irodalomnak többféle megjelenési formája lehetséges, vagy átdolgozása lehetséges. Tehát, hogy amikor valaki megír egy adott irodalmi művet, valaki más ugyanazt a történetet másképp képzeli el, másképp tudja ábrázolni, bemutatni. És ebből adódik az, hogy ugye Móricz Zsigmondnak a művei azok rendkívül szemléletesek, tehát nagyon jól vizualizálhatóak, elképzelhetőek azok a karakterek, akiket ő leírt, megteremtett, a történetüket elmesélte. És ez nagyon sok rajzfilmest, filmest, grafikus megihletett. Volt, aki csak egy illusztrációt készített belőle egy adott irodalmi műhöz, volt, aki diafilmre tudta vinni ezt, és leegyszerűsítette a szöveget, volt, aki egy komplett képregényt összetudott belőle rajzolni, és volt, aki pedig megmozgat és animációs filmet készített. A fiatalok körében nagyon népszerű a digitális technika megjelenése a rajzolás területén is. A szakember szerint ennek előnye és hátránya is van a hagyományos rajzolással szemben. Előnye az mindenképpen az, hogy nem használunk el annyi papírt, tehát én azt gondolom, hogy nagyon környezettudatos is tud lenni maga a digitális rajzolás. A hátránya pedig az, hogy digitálisan megvannak azok az eszközök, amik sokkal, tehát nagyban egyszerűsítik magát a rajzolást, és én azt gondolom, hogy a hagyományos technikával is kell tudni rajzolni először ahhoz, hogy digitálisan is tudjunk rajzolni rendesen. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola a programnak otthont adó alvégesi művelődési házzal már egy jól működő kapcsolatot alakított ki az elmúlt időszakban. Ennek keretében kaptak lehetőséget a harmadik és negyedik osztályos tanulók, hogy részt vegyenek a kreatív foglalkozásokkal összekötött kiállításon. Az iskola névadójáról többféleképpen is megemlékezik. Minden tanévben egy hetet névadunk ünneplésére fordítunk, Móricz hét keretében színes programok segítik a gyerekeket elmélyülni névadunkkal kapcsolatosan. Az elmúlt tanévben is Móricz hét keretében a gyerekek kipróbálhatták ezt a fajta tehetségüket is, és rajzpályázat keretében nagyon szép műveket készítettek. Móricz Zsigmond által megalkotott, megformált karakterek voltak a főszereplői a crossover művészeti találkozónak, ahol festőművész is segítette a gyerekeket az alkotásban. Melyik történet elevenedik most itt meg? Az Iciri-piciri látható igazából, ugye a kis barmocskáknak az egyik kis képkockája, ahol a macska keresi a kis elveszett barmocskáit. A művészeti találkozón megjelent gyermekek körében talán épp ez a figura, Móricz Zsigmond Iciri-piciri meséjének szereplője volt a legnépszerűbb, ezáltal a legtöbbek által megfestett karakter.